Hát sziasztok! Az előző videót ugye ott hagytuk abba, hogy föltelepítettük a kurát, fölraktuk rá a magyarosítást, és tulajdonképpen csak itt belenéztünk a felületbe, hogy hogyan is néz ki, és akkor innen folytatnám a dolgot. Ugye ha szétnézünk magának a kurának a felületén, akkor azt láthatjuk, hogy itt középen elhelyezkedik maga az a terület, ami tulajdonképpen a nyomtató tálcánkat, illetve a nyomtatási területünket jelképez. Mi is található még ezen az asztalon, ugye ezekre a részekre majd még vissza fogunk térni. Ugye van itt fölül egy ilyen nagy állapotsor, ahol meg tudjuk nyitni ugye itt a fájlokat, ugye ez a fájl megnyitás gomb, ugye ki tudjuk választani itt a nyomtatókat, erre mindjárt vissza fogunk térni. Ugye ki tudjuk választani, hogy milyen extrudereink vannak, és éppen ahhoz milyen nyomtatóanyagok vannak beállítva. Ugye és van itt oldalt, a jobb oldalt egy állapotjelző, ami egyébként bemutatja nekünk, hogy perpillanat milyen finomságú a rétegmagasságunk, hány százalékos a kitöltésünk, van-e támaszunk, illetve milyen tapadási segédletet használunk ugye magához az asztalhoz. Ugye itt a kis ceruzával ezt le tudjuk nyitni, ugye erre vissza fogunk térni, hát az egész sorozat tulajdonképpen legfőképpen erről fog szólni, hogy ezt így nagyjából végignézzük, hogy ez micsoda. Aztán találhatunk itt még felül egy ilyen bejelentkezés, meg egy piactér gomb. Ugye a piactér gomb, hogyha rákattintunk, akkor olyan kiegészítőket tudunk tulajdonképpen letölteni, amik szükségesek lehetnek nekünk magának a kurának a használatához. Hát láthatjuk, hogy rengeteg az olyan, mint egy áruház tulajdonképpen. És ez rengeteg ilyen segédletet tud nekünk adni, illetve ugye alapanyagokat is tudunk választani, alapanyaggyártókat ebből a piactéren. Aztán van itt egy ilyen bejelentkezés gomb, amire hogyha rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy egy Ultimaker fiókba tudnánk bejelentkezni, ezt majd meg fogjuk nézni valamelyik részben, és fogok erről majd beszélni, hogy miért is jó nekünk ez a felhő használata. Mi található még itt a felületen? A felületen azt láthatjuk, hogy van három nagy nyomógomb. Ugye az előkészítési nyomógombon állunk, van egy olyan előnézet, van egy olyan, hogy monitor. Ugye mi az a három fő nézeti gomb? Ugye az előkészítés az nem más lesz, mint itt fogjuk tulajdonképpen a tárgyat beállítani, pozícionálni, illetve magát az egész szeletelési folyamatot az előkészítés ablakban fogjuk elvégezni. Majd a szeletelés után az előnézet ablakban végig tudjuk nézni, meg tudjuk nézni, hogy milyen lett a szeletelésünk, úgymond le tudjuk ellenőrizni azokat a beállításokat, amikkel mi leszeleteltük a tárgyunkat, illetve majd a monitorra szintén vissza fogok térni. A későbbiekben itt tulajdonképpen már egy nyomtatási folyamatot tudunk majd monitorozni, de ehhez megfelelő feltételeknek teljesülni kell. Ugye ezeket majd meg fogjuk nézni, hogy mik ezek. Mi található még magán az ablakon? Ugye felül a szokásos menü sort láthatjuk, ez mint minden programnál, file menü, szerkesztés menü, nézet, beállítások, különböző ugye segítség. Ugye itt magyarul le van tulajdonképpen írva minden, semmi különleges dolog nincs, ugye nyilván magához a szeletelő programhoz tartozó ilyen menüpontokat találunk meg benne. Természetesen ezekre is majd mindig egyesével vissza-vissza fogok térni, de külön-külön nem nagyon szeretném magyarázni, akkor rengeteg idő elmenne ezzel, hanem talán kezdjünk is hozzá magának a programnak a beállításához. Ha emlékeztek, a telepítéskor létre kellett hoznunk egy nyomtatót, vagy valamit kellett, és ott voltak különböző nyomtató beállításokat, amit átugortunk, és mondtam, hogy erre vissza fogunk térni. Hát most itt lesz az alkalom rögtön itt a második részben, hogy megnézzük, hogy hogyan kell itt tulajdonképpen a saját nyomtatónkat beállítani ehhez a kurához. Ugye ez nagyon fontos, hiszen ez az egész középső terület, ahol itt tulajdonképpen magát a tárgyat fogjuk tudni nézni, ugye a nyomtatónkhoz kell, hogy illeszkedjen, illetve a nyomtatónk paramétereit azért jó lenne, hogyha a program ismerné, hiszen enélkül eléggé kétséges lenne, hogy sikeres lesz maga a szeletelésnek az eredménye. Hol is tudunk hozzáadni nyomtatót, hogyha az elején átugortuk? Több helyen meg lehet ezt tenni. Magában a programban egyébként elég sok beállítást több helyről le lehet érni. Hát a legegyszerűbb elérés, ugye itt van maga ez a nagy nyomógomb, ugye ki van érve ez a Custom FFF Printer, ugye hogyha ezt legördítjük, akkor ugye láthatjuk, hogy itt meg is jelenik, hogy milyen nyomtató van éppen benne, illetve milyen nyomtatót tudunk hozzáadni, nyomtatókat hogy tudjuk kezelni.
Aztán ezen kívül el tudjuk érni itt a preferenciák menü alól, ugye van itt egy olyan kura beállításai. Hogyha ide rákattintunk, akkor itt egy általánosabb beállításai ablak jön be, és itt van egy olyan nyomtatók, ugye itt is gyakorlatilag, ha megnézzük, nagyon hasonló ehhez a gombhoz azok a menüpontok, amik bejönnek, azért van még itt egy-két menü, ezt is meg fogjuk majd nézni. Aztán hol lehet még? Ugye van egy olyan beállítások, és ugye a beállításoknál itt van a nyomtató. Ha megnézzük, ugyanazok ugye a Custom FFF Printer, illetve a nyomtatók hozzáadása, a nyomtatók kezelése található meg. És akkor kezdjük is el, most úgy fogjuk csinálni, mint az elején kellett volna, hogy ugye egy új nyomtatót hozzá fogunk adni, és azt mondjuk, hogy nyomtató hozzáadása. A nyomtató hozzáadásánál alapvetően kétféle nyomtatót tudunk kiválasztani, hogy van vagy hálózati nyomtatót, vagy pedig helyi nyomtatót adunk hozzá. A kettő közötti különbség az, hogy a hálózati nyomtatóhoz valamilyen TCP per IP-s hozzáférés szükséges, tehát vagy egy Wi-Fi-vel kell rendelkeznie, vagy Ethernet porttal a nyomtatónak. Ugye azt mondja, hogy a hálózaton nem található nyomtató, hát igen, nálam nincs is olyan nyomtató, amit ő föl tudna ismerni a hálózaton. Ugye persze, hogyha nem találná meg, akkor itt IP címmel, ugye nyomtató hozzáadás IP címmel bérhatnánk a nyomtató IP címét, és akkor úgy is föl lehetne venni. Mivel ilyen nincs, most a helyi nyomtatót fogom választani. Ez a helyi nyomtató úgy kell elképzelni, mint amikor USB porttal hozzákötjük mondjuk a számítógéphez a magát a nyomtatót. Hozzáteszem, hogy ez sem feltétlenül szükséges, tehát nem kell feltétlenül összekötni USB porttal, hiszen hogyha SD kártyára mentjük ki a szeletelendő G-kódunkat, illetve magát az eredmény G-kódunkat, akkor ugyanúgy lehet használni ezt helyi nyomtatóként, tehát nem kell feltétlenül USB-vel összekötni a magát a számítógépet. Tehát nézzük meg a helyi nyomtató hozzáadására kattintunk. Ugye ezt már láttuk, ugye, hogy ki lehet választani a maga a nyomtató típusunkat. Hát akinek benne van a nyomtató típusa, az keresse ki a gyártót, majd a nyomtató típust. Ha véletlenül valakinek nem találja, nincs meg, nem találja, vagy egy egyedileg készített nyomtatója van, akkor ez a custom menüpont szolgál erre. És ez alatt is ugye található két pont, ugye ez az FFF printer, meg a Deltabot. Ugye ez az FFF printer jelképezi tulajdonképpen a hagyományos XYZ printereket, ez a teljesen hagyományos szögletes asztal és a hagyományos elrendezésű nyomtatók. Illetve hát van ugye maga a Delta printerek, ugye ott a Delta botot kellene választani, hát most mi maradunk ennél a Custom FFF printernél. Tulajdonképpen mindegy egyébként, hogy melyiket választjuk, amert a beállítások ugyanazok lesznek. A nyomtató név, ide beírhatjuk a nyomtató nevünket, és akkor mondjuk ide beírok egy nyomtató nevet, hogy ez lesz nekünk a bemutató. Nagybetűvel írjuk, hogy azért jól is nézzen ki. Bemutató printer, vagy legyen az, hát akkor már írjuk ezt is magyarul. Nyomtató. Ez lesz a bemutató nyomtató. Hozzád. És ugye a bemutató nyomtatónak beérkeztünk a gép beállítások ablakához. Ugye ezeket el tudjuk érni a, egyébként utólag és a menük alól. Na nézzük végig, hogy miket kell nekünk itt tulajdonképpen beállítani ebbe a menüpontba. Lesz még itt egy-két beállítás, amire a későbbiekben vissza fogunk térni, amivel most per pillanat nem foglalkozom, ez a G-kód kezdés meg G-kód zárás, majd erre vissza fogunk térni, hogy miket érdemes ide beírni. De nézzük meg, hogy mi az alapbeállítás, ami nekünk nagyon szükséges. Ugye a nyomtató beállítása itt van, az XYZ szélesség, mélység, magasság, hát ugye itt most már nagyon jó, mert ugye, ha rajta adjuk a kurzort, akkor ugye ki is írja nekünk magyarul ezeket a dolgokat, és ugye látjuk is, hogy hogyan is néz ki. Illetve hát azt is láthatjuk, hogy például a tárgyasztalunknak milyen az alakja, ugye szögletes vagy kör alakú, hát ugye a Delta printereknél ugye kör alakú szokott lenni ez a dolog. Dehogy egy kis magyarázat is legyen ehhez, és megértsük, hogy pontosan mely koordináta mit is takar, ugye rajzolni fogok egy kicsit. Ez azért is lesz érdekes, mert találkoztam már olyan akinek nem volt teljesen egyértelmű, hogy melyik az X, melyik az Y, illetve melyik az Z koordináta, és tulajdonképpen valahol érthető is ez a kis eltévejedés, és mindjárt egy kis magyarázatot is fogok erre én adni. Ugye ehhez én fogok nyitni itt egy ilyen vázlat füzetet, és csinálunk egy új lapot ide, és ugye ezen fogok én nektek ide rajzolni. Tehát arról volt szó, hogy ugye
Hogyan is nézni ki egy koordinátorrendszer? Hát ugye 3D nyomtatóról beszélünk, ugye alapvetően a koordinátorrendszereket, hát még az iskolai tanulmányokból mindenki így ismeri, hogy van ugye egy ilyen alak, ugye ez az Y, ugye ez az X tengely, és ugye itt helyezkedik el az origó középpontban. Ugye ez nagyon egyértelmű, hogy merre van a harmadik koordináta, hát a harmadik koordinátát azt erre be az irányba fogom rajzolni, és ez a Z tengely. Na most, hogyha egy picit elkezdünk gondolkozni, akkor ugye nekünk a tárgyunk hogy is szokott kinézni? Hát ugye nekünk a tárgyasztal az valahogy így nézne ki, ugye, hogy itt lenne valahol így alul. Ugye? Tehát valahol itt lenne alul a tárgyasztalunk. Na de hát, hogyha ezt megnézzük, akkor itt valahogy ez nem jó, mert ugye X meg Z koordináta, tehát ez valahogy nagyon nem jó, tehát nekünk ez valahogy mégsem itt van, hanem ez nekünk nem máshol van, mint ugye itt van fönt, ugye ebbe a régióba, és ugye itt helyezkedik el nekünk a tárgyasztalunk. Valami ilyesmi formában. Hát igen ám, de ez most velünk szembe van, és nekünk nem ezt szoktuk meg. Ugye merre van a magasság? Hát ugye a magasság az pedig ebbe az irányba terjedne, ugye ez lenne a magasságunk. De hát ez valahogy nekünk nagyon nem így néz ki. Na most a következő történt a 3D nyomtatóknál. Ugyanígy van a koordinátorrendszer, csak annyit csináltak, hogy ugye jobban lehessen látni, hogy ebben az irányban ezt az egészet így fordítottak rajta 90 fokot. Ebbe az irányba, tehát elfordították 90 fokkal, és akkor a következőt kapjuk, hogyha ezt mi megtesszük, ezt a fordítást, akkor az fog történni, hogy nézzük csak meg. Ugye ugyanígy lerajzolom a tengelyeket, mint ahogy eddig volt, csak ugye az Z-tengelyem, az ugye elfordult ide föntre, tehát fölkerült ide fentre, ez lett az Z, az X az maradt a helyén, ugye? Várjatok, jaj, nem jól rajzoltam, elnézést, nem jól rajzoltam, tehát azt mondom, következő, na még egyszer. Ugye, ugyanis ezt felfordítottuk ugye a Z-tengelyt, ugye a Z-tengely ide fölkerült fentre, így van, tehát ez lett az Z-tengely, ez az X-tengely, és ugye, ha megfigyeljük, akkor ugye az Y-tengelyünk, tehát ez a tengely innen, ez a tengely, ugye ez lejött ide, tehát ez a tengely lefordult ide, tehát ugye ez lett az Y-tengelyünk. És akkor ez most már mindjárt hasonlít a 3D nyomtatónak az asztalára, meg az ábrájára. Hát nézzük meg, hát valóban úgy néz ki, tehát ugye hasonlít ehhez a kockához, tehát hogyha megnézzük, ugye ez az Y irány, ez a Z irány, ugye ez az X irány, tehát ugye tényleg hasonlít hozzá. És akkor ugye ott maga a tárgyasztalunk, az pedig ugye ide van rajzolva, ugye ebbe a pozícióba. Nézzük meg még az irányokat, hogy hogyan is néz ki. Ugye ez az origónk. Ugye hát ez egyértelmű, hogy ez a plusz Z, ez a plusz Y, ez pedig a plusz X. És akkor egy másik színnel nézzük csak meg, hogy mi lesz a mínusz irányunk. Ugye ez lesz a mínusz irányunk. Egyik, másik, illetve a harmadik. És ugye ez lesz a mínusz X, ez lesz a mínusz Y, ez pedig a mínusz Z irányunk. Ugye ebbe az irányba is lehet mozogni, attól, hogy nekünk ugye a maga a tárgyasztalunk itt helyezkedik el, ezeket az irányokat nekünk jó, hogyha tudjuk. Na most nézzük meg, hogy ugye mit kell nekünk megadni tulajdonképpen most per pillanat. Ugye azt kell nekünk megadni, hogy milyen irányba terjed a tárgyasztalunk ugye X irányba. Tehát, hogyha én most ide lejövök, és akkor azt mondom, hogy ugye lerajzolok egy tárgyasztalt, így, akkor a következő méreteket kell nekem megadni. Ugye ez az origóm, és meg kell adnom, hogy ez az X pont, ez mennyi, tehát ez mennyi, ez az X pont, illetve ez az Y pont, ez mennyi, és ugye ez a magasságom, ugye az E, ez szintén mennyi lesz, és akkor ugye, ha ezt most nézzük, mondjuk ide beírhatjuk az értékünket. Ugye mindig ebből a viszonyítási pontból indulunk ki, ez a 0 pontból indulunk ki, tehát mindig innen indulunk ki. És akkor nézzük meg ugye ezt a beállítást, ugye ha visszajövünk ide a gép beállításhoz, akkor azt fogjuk látni, hogy az X a szélességünk, ugye tehát ezzel megadhatjuk a nyomtatónak a szélességét, nagyon egyszerűen le kell mérnünk a nyomtató tálcát, illetve azt a területet, ahol ténylegesen tud nyomtatni a nyomtatónk, és mondjuk ide beírunk egy értéket, mondjuk 220. Ugye a mélység is legyen mondjuk, én beírok oda is most 220-at,
Magasságban pedig le kell mérnem, hogy ugye maga az X tengelyen, illetve így van, az X tengelyen mennyit tud emelkedni, vagy a tálcán mennyit tud süllyedni, ez a nyomtató kialakítástól függ. Igazából majd mindjárt meglátjuk, hogy ez is milyen jelentősége van. Mondjuk ide beírunk 150-et. Láthatjuk azt is, hogy közben a háttérben itt szépen, ha megnézzük, maga ez az egész terület átalakult, és ugye azt is látjuk, hogy ezek az egy kis osztások, ezek mindig 10 mm-es osztásokat jelentenek, tehát ez is segít nekünk. Na nézzük tovább a beállításokat, hogy milyen problémák lehetnek még itt. Van itt egy ilyen origó középen, és akkor az origó középennél be tudunk tenni egy pipát, vagy ki tudunk venni egy pipát. Figyeljük meg közben, hogy mi történik itt egyébként az ábrán középen, magán az a nyomtatási területünkön. Hogyha az origót berakom középre, akkor az a kis koordináta jelzés bekerül ide a kellős közepére magának a tárgyasztalnak. Mit jelent ez? Hogyan fog ilyenkor a nyomtató nyomtatni, hogyha ez ide bekerül? Ugye ennek a következő a lényege, ugye ha oda magát az origót, ezt eltoljuk ide, tehát ugye mondjuk ezt az origót én innen kitörlöm, ezt a Z-tengelyt, meg ezt is, és akkor azt mondom, hogy csak ezt a pöttyöt szeretném, de nem tudom, mindegy, nem érdekes. Berakom ide a középre az origót, és most ez lesz az origóm, és ugye innen indul ki nekem a Z-tengelyem, egy kis görbe tengelyem, akkor azt is láthatjuk, hogy ugye ebben az irányban, emlékeztek rá, meg ebben az irányban már mínusz irányok vannak. Ugye ebben az irányban plusz irány van, meg ebben az irányban is plusz irány van. Tehát erre nekem oda kell figyelni, hogyha berakom az origót középre, hogy mi történik ilyenkor. Nem jellemző, általában a legtöbb nyomtatón ugye itt szokott lenni, a bal első sarokban szokott kint lenni az origó, de ezt jó tudni, hogyha véletlenül valakinek mégis olyan a nyomtatója, hogy beáll neki középre a maga a nyomtató fej, léteznek ilyen nyomtatók, akkor nekik be kell pipálni ezt az opciót, hogy középen van az origójuk. Van utána még egy-két funkció, ugye fűtött asztal, hát természetes, hogyha fűthető a tálcánk, akkor ezt be kell pipálni. Hogyha ezt nem pipáljuk be, akkor a tálca fűtést nem lehet kezeltetni magával a programmal, tehát ugye erre oda kell figyelni, hogy ez be legyen pipálva, ez a fűtött asztal. Manapság már nagyon-nagyon kevés olyan nyomtató van, ahol ez nem lenne jelen. Régebbi nyomtatóknál fordul elő, azokkal csak PLA-val lehet nyomtatni. Ilyen volt az én legelső nyomtatóm is, egy Tronx XY100-as, de arra is lett már utólag téve fűtött asztal, tehát ez az opció. Igazság szerint nem is értem magát a szoftverfejlesztőket, mert ez például alapértelmezetként lehetne bepipálva, hiszen valószínűleg kevesebb olyan nyomtató létezik, amin nincs fűtött asztal, mint amelyiken van. Fűtött nyomtatási szint, ez egy picit megtévesztő lehet, hogy mi ez a fűtött nyomtatási szint, de hogyha rajta hagyjuk a kurzort, akkor most már kiírja nekünk, hogy a gép rendelkezik környezeti hőmérséklet stabilizációval. Ez azt jelenti, hogy burkolt a nyomtatónk, ha ezt bepipáljuk, és tudja is szabályozni magát a hőmérsékletet. Ugye ezt az alaplapból tudja szabályozni, és akkor ilyenkor van lehetőség arra, hogy be tudjuk állítani, hogy milyen környezeti hőmérsékletet állítson be magán a nyomtatón belül. Na most ez jellemzően megint nem túl sok nyomtatón találkoztam ilyennel, hát a drágább nyomtatókon előfordulhat, illetve utólag is előfordulhat, hogy ilyen nyomtatót ki lehet alakítani. Ez tulajdonképpen olyan, mintha még egy bed lenne, és figyelné ugyanúgy egy hőmérséklet szenzorral. Az az igazság, meg lehetne készíteni, de hát nekem is például speciál nincsen annyira olyan burkolt nyomtatóm, ami így működne. Amiket én láttam, azt inkább úgy szokták megoldani, hogy utólag egy külső szabályzóval szabályozzák ezt a területet. Úgyhogy én ezt ki is veszem, ezt a pipát. G-kód illesztés. Mi az a G-kód illesztés? Ugye lejövünk itt rengeteg féle firmware típust fogunk látni. Ugye Repetier, a RepRap, az Ultimakernek a saját firmware-e. Ugye ez azt jelenti, hogy a G-kód, a generált G-kód milyen alaplapi firmware-hez igazodjon. Tehát itt célszerű azért azt tudni, hogy a nyomtatónkon milyen firmware helyezkedik, vagy milyen firmware van telepítve, és azt kiválasztani. Tehát ha valakinek mondjuk Repetier van, azt hiszem például az Aneteken van a Repetier firmware is előfordul, vagy Tronxi gépeken, vagy például Van Haun is Repetier van, akkor oda Repetier legyen kiválasztva, akinek Marlin van, azoknak Marlin legyen kiválasztva. Ugye vannak itt különböző típusok belőle, legyen a Marlin.
Ezzel meg vagyunk itt a nyomtató beállítással, nézzük meg a nyomtatófej beállításokat, hogy mik azok a nyomtatófej beállítások, és ez megint egy érdekes lesz itt, és itt van is egyébként egy szoftverhiba, ami mindjárt meglátjátok, hogy mi az a szoftverhiba. Na nézzük végig, hogy mi lesz az X-min, Y-min, X-max, Y-max. Ugye, ha rajta hagyjuk az egeret, akkor kiírja nekünk, hogy ez a nyomtatófej sziluettje a hűtőventilátorral együtt. Ugye mit jelent ez, hogy a nyomtatófejnek a sziluettje? Még mi ez a számmagasság? Ugye mindjárt megnézzük, hogy miről van itt szó. Átkattintok ide, és rajzolok nektek tovább. A következőt kell nekünk elképzelnünk. Ugye van nekünk a nyomtatótálcánk, most felülnézetből fogok nektek rajzolni. Van nekünk egy nyomtatótálcánk. Ugye itt van nekünk az origónk, ugye itt van az y-unk, itt van az x-ünk. És ugye ezt tudjuk, hogy ez a plusz, ez is a plusz, és ugye ő a nulla nulla. Na most, a nyomtató fejünk a következő képen néz ki. Tételezzük fel, ez a nyomtató fejünk itt helyezkedik el a nyomtató tárca közepén, ugye ez egy fúvóka. De ugye a fejünk így néz ki? Hát a fejünk az nem így néz ki, mert a fejünk az valami ilyesmi alakzatot nézhet ki. Mondjuk én rajzolok itt egy ilyen alakzatot, hogy valahogy így néz ki, még itt van rajta valami ventilátor, meg stb. Meg még egy-két ilyen dolog. Mondjuk így néz ki a nyomtató fejünk. Ugye ebben a hűtőborda, itt van ugye a ventilátor lapát benne, stb. Stb. Ugye ezt felülnézetből kell elképzelni. Na most, hogyha mi elkezdünk itt egy kicsit rajzolgatni, akkor azt mondom nektek, hogy mondjuk legyen egy ilyen szín, és akkor azt mondom, hogy, illetve nem is itt, hogy a fúvóka közepe, az ugye hol helyezkedik el? Hát a fúvóka közepe, az valahol itt helyezkedik el, hogyha megnézzük. És ugye ez lesz a fúvóka közepének a nullpontja adott esetben. Tehát ez az F-nek a nullpontja lesz. F0 ugye X-en, ez meg az lesz az F0 az Y-on. Ez a fúvóka pozíciója. Na most, mi van akkor, hogyha én egy olyan nyomtatási beállítást szeretnék, ahol mondjuk ide nyomtatok egy ilyen szögletes valamit, ide egy kör alakot, ide egy ilyet, stb. Stb. Ide meg valami másfajta fél alakzatot akarok nyomtatni, teljesen mindegy, lényegtelen. Na most, mi ami nekünk nagyon fontos, ugye tudnunk kellene azt a beállítást, hogy mondjuk nekünk a nyomtató fejünk, hogyha itt én elkezdem nézni, és a körvonalát végignézem a fejnek, akkor nézzük meg, hogy ez ugye hova fog nekünk esni. És ugye ez lesz az a befoglaló rész, amivel befoglaljuk magát a fejet. És ugye a következő értéket fogjuk mit kapni. Ugye itt fogunk kapni egy olyan értéket, hogy lesz itt nekünk egy mínusz x értékünk, itt lesz egy plusz x értékünk, itt pedig lesz egy mínusz y értékünk, itt pedig egy plusz y értékünk. Ugye ehhez viszonyítunk, tehát ez a kiindulási alapunk, itt ez a pont. Itt is ugyanúgy, tehát ugye ez a viszonyítási pont. Ugye ez a nyomtató fejnek a sziluettje. Ugye ez azért fontos, mert gondoljunk bele, hogyha a nyomtatónk fejünk mondjuk rajzolja ezt a háromszöget, és mondjuk itt ezt a pontot rajzolja, akkor a nyomtató fejünk az valamerre ide még kilóg, akármerre, és ugye lényeges, hogy ebbe a tájba ne tudjon beleütközni. Ez ugye alapvetően, majd meglátjuk, van ugye olyan nyomtatási beállítás, mikor egyesével nyomtatunk magán a tálcán, tehát nem, réteg, nem minden tárgyat nyomtatunk egy rétegbe, hanem először egyik tárgyat nyomtatjuk, másik tárgyat, harmadik, negyedik tárgyat, és olyankor nagyon fontos, hogy a nyomtató fejnek a sziluettje meg legyen adva, nehogy beleütközön a másik tárgyba. Tehát ez esetben a nyomtató fejnek meg kellene adni az alakját, és ugye ezt az alak megadást tudjuk tulajdonképpen itt megadni. Ugye ez a nyomtatófej beállítás. Na most ugye itt le még kell mérnünk ezt az alakzatot tulajdonképpen, és itt bele kell minden olyan rész számolni, ami beleütközhet a tárgyakba, tehát a ventilátortól kezdve mindenféle rögzítést, például lehet ugye a tárcaszintező szenzor, a tárgyhűtő, stb. Stb. Tehát minden olyat bele kell nekünk számolni, ami beleütközhet másik tárgyba. És akkor kapunk ide egy értéket, és akkor nézzük meg, van itt egy érdekes dolog, hogy beírjuk, hogy x-min az mínusz mondjuk 30 mm, mert mondjuk nekünk van egy 6 centi széles tárgyhűtő a gépen, és nagyon érdekes lesz, hogyha átkattintunk, akkor ugye nézzétek, csak a mínusz 30-ról visszaugrott mínusz 20-ra, de most egyenlőre ezzel ne foglalkozzunk. Az y minimumunk az legyen mondjuk mínusz 20, tehát előrefelé mínusz 20, az x maxunk az legyen ugye 30, ez pedig az y maxunk legyen pedig
mondjuk plusz 20. És ugye most látjuk, hogy visszaállnak mindig az értékek, viszont az lesz az érdekes, hogyha visszakapcsolunk az egyes értékekbe, nézzétek csak, hogy oda visszakapcsolgatunk, akkor be fog állni. Nagyon érdekes egyébként ez a beállítás. Higgyétek el, nem tudom, hogy miért csinálja ezt a program, ez egy programhiba. Addig kell így kibe kattingatni a magukból ezekből a rubrikákból, amíg be nem áll az az érték, amit szeretnék, és utána nem szabad visszakattintani bele. Ne kérdezzétek meg, hogy ezt miért csinálja, ez a szoftvernek egy hibája, már több gépen kipróbáltam. Nálam minden gépen jelentkezett ez a probléma. Igazság szerint először nem értettem, hogy miért nem állnak be az értékek, aztán végül rájöttem, hogy ez a kibe kattingatással végül fel lehet vetetni azt az értéket, amit szeretnénk. Na lépjünk is ezen túl, nézzük meg, mi ez a szánmagasság. Mi lehet ez a szánmagasság? Ugye a szánmagasság a következő, szintén visszatérek ide a rajzolgatáshoz, és nézzük meg a szánmagasságot, hogy mi a szánmagasság. Ugye alapvetően a következőt kell elképzelnünk, ugye van itt nekünk maga a tárgyasztalunk. Ez a tárgyasztalunk. Van egy fúvókánk, illetve egy fejünk, ugye itt van fölfelé egy fej, egy nyomtatófej, ventilátorral, stb. Tárgyhűtővel oldalt van egy nyomtatófejünk, és tulajdonképpen valahol ugye itt felül elhelyezkedik egy tengely, ugye amin maga a nyomtatófejünk mozog, ugye jobbra-balra. Ő általában ugye az X tengely. És ugye ez a tengely magasság, illetve a tárca közötti magasság lesz az a szán magasság, és tulajdonképpen őt kell ezt a magasság értéket kell ide beírni, tehát ez a szán magasság, ez az érték lesz, és ugye ezt kell, ez a szán magasság. Ugye ez a szán magasság, ugye ezt az értéket kell beírni, ezt le kell mérnünk, hogyha a fej hozzáér a tálcához, akkor tulajdonképpen ez a magasságunk mennyi. Ugye ez megint ugyanazért kell beleállítani, hiszen gondoljuk el, hogyha visszább görgetünk, ugye fölépítünk egy tárgyat, az a tárgy maximum olyan magas lehet, mint a szánunk, hiszen a következő tárgynál, amikor lesüllyed ide alulra, tehát mondjuk itt nekem itt volt egy tárgyam kinyomtatva, és akkor mondjuk itt volt az a háromszög, amit kinyomtatva, ugye ez látszik, hogy ez mondjuk maximum ilyen magas lehet. Ezt nem is jól rajzoltam, mert ugye ennek le kellene érni itt a magára alulra teljesen. Ugye akkor lenne ez igazi, hogyha ez ide teljesen leérne ide alulra. Így. És ugye látszik, hogyha ez magasabb lenne ez a szán itt, illetve magasabb lenne maga a tárgyam, tehát mondjuk a tárgyam felérne ide, akkor ugye egyértelműen látszik, hogy ugye amikor legedődik a fej, akkor beleütközne a tárgyba, és maga a szán leverné a tárgyat. Tehát ugye ez azért nem jó lenne így ez a megoldás. Tehát ugye itt nekünk ezt kell lemérni, és itt be kell nekünk írni a szán magasságot, mondjuk 80 mm. Az azt jelenti, hogy egyesével nyomtatok tárgyakat, akkor maximum ennyi magasságú tárgy lehet. Extrudereknek a száma, hát alapesetben a legtöbb nyomtatón ugye egy extruder van, hogyha valakinek többfejes nyomtató vagy több extrudere van, akkor ugye ki kell jelölni, hogy hány extruder van a gépen, és akkor itt fölül megjelenik az extruder, egy extruder 2. Most egyenlőre maradjunk az egy extruderes beállításnál, ez az alapbeállítás, majd későbbiekben erre is vissza fogok térni, hogy a két extrudernél vagy a több extrudernél mit kell beállítani. Ugye mondtam itt nektek, tulajdonképpen ezzel az ablakkal itt kész vagyunk, ugye mondtam, hogy ugye ezt a G-kód kezdés, G-kód zárást is végig fogjuk majd nézni, de ezt majd akkor majd, amikor szeletelni fogunk, és akkor fogjuk megnézni, hogy miket lehet beállítgatni. A G-beállításnál van itt még az extruder beállítás. Ugye az extruder beállításnál van még egy-két nagyon fontos beállítás, ugye fúvók a méret, ugye az egyértelmű hány milliméteres fúvókát használunk, ugye az általános beállítása 0,4, nyomtató szálnak ugye az átmérője, ugye van ez a 2,85-ös, én ugye 1,75-ösöket használok, tehát beírjuk ugye 1,75 mm. És jön egy másik érdekes két opció, ugye a fúvóka X eltolás, meg fúvóka Y eltolás. Szintén visszatérek ide a rajzoláshoz, és nézzük, hogy mi ez a fúvóka eltolás. Na most ugye, ha visszajövünk ide, akkor ennél az ábránál ugye láthatjuk, hogy ugye alapvetően ez a nullpont. Na most ugye, van olyan beállítás, mondjuk például a repetér hozban is be lehet állítani olyat, hogy ugye van nekünk a tálcánk, van a tálcánk, és ugye ez az origó pontunk, és akkor ugye mondjuk a fejünk, hogyha null pont rá ki, akkor mondjuk valahol itt helyezkedik el a fej, és itt van a fúvókánk. És ugye ezt az értéket be lehet állítani
ugye ezt a mínusz x, illetve ezt a mínusz y értéket. Úgymond ez lenne a fúvókáltalás. Na most ez a repetérhozban így van, viszont a kurában nem. Nem ezt jelenti. Tehát itt nem ezt az értéket kell beállítani. Habár, hogyha megfelelően ügyeskedünk ezzel a fúvókáltalással, ugyan be lehet ezt állítani, de nem erre vonatkozik. Ez a következőre vonatkozik. Alapvetően, hogyha a fejünket megnézzük, ugye van a nyomtató fejünk, ugye ez a nyomtató fej, ugye a nyomtató fejnek veszi a képzeletbeli középpontját. Ugye veszi ezt a középpontot. De a fúvókon egyáltalán nem biztos, hogy itt helyezkedik el. Ugye ez főleg, hogyha mondjuk a sziluettben nézzük, mert lehet, hogy a fúvóka mondjuk valahol itt helyezkedik el a magán a fejen, és akkor ugye ezeket a kis eltolási értékeket kell nekünk beírni ide. Vagy ugye van az a másik megoldás, amikor ugye alapvetően mondjuk többfejes nyomtatót használunk, és ugye mondjuk a többfejes nyomtatónál itt van az egyik fúvóka, itt van a másik fúvóka. Ugye egyes, kettes. És ugye ez a középponttól milyen irányba vannak eltolva a fúvókák, ezeket az értékeket kell itt tulajdonképpen nekünk megadni. Tehát ugye alapesetben, hogyha azt vesszük, hogy a fúvókánk a fejnek a középpontja, akkor nulla értéken kell hagyni, de hogyha a fej sziluettjéhez képest kell vizsgálnunk, tehát mondjuk idejövünk, és ugye a fej sziluettjének nem középpontban van, hanem valahol itt helyezkedik el a fúvóka, akkor ezt az értéket be kell nekünk írni, mondjuk ezt a mínusz x értéket. És ugye ez ugyanúgy y irányba is lehet. Tehát ugye ez a fúvókáltalás, az ugye főleg akkor érdekes egyébként, amikor több nyomtatófejünk van, és nem egy fúvókát használunk, hanem több fúvókás nyomtatófejet, akkor ugye ott ezt korrigálni kell, ezt tudnia kell a programnak, hiszen annyival odébb kell tenni a fejet, hogyha ugyanarra pontra akar beállni a fúvókánál. Tehát az alapértelmezett esetben nulla értéken maradhat, és most látom, azt látom, hogy ezeket nem is fordítja maga a program, ahogy én látom. Majd megnézzük ezt a dolgot, ugye nem mindent fordít le maga a program, de egyébként ez érdekes, mert ezt valamelyik programban fordította. Na majd ennek utána nézek ezeknek a dolgoknak. Ugye a fordítás, mondtam, hogy van egy-két hely, amit nem biztos, hogy jó fordít, szerintem ez is valamit nem jól írt át egyébként, mert ezeket a pontokat fordítani kellene neki. Na majd ennek utána nézek. Ugye itt is van egy olyan extruder G-kód kezdés, G-kód zárás. Ugye ezek alapértelmezett esetben üresek, ezek szintén akkor érdekesek, hogyha több extrudert használunk, és ugye ezek akkor kezdenek el működni, amikor extruder váltás van, akkor tud lefuttatni egy kezdést, illetve egy záró akkordot tulajdonképpen a fúvókán. És tulajdonképpen ezzel meg is vagyunk, hogyha a következőre kattintunk, akkor tulajdonképpen a nyomtató alapbeállítása megtörtént. Ugye vissza tudunk ide menni, a nyomtató menübe, újra ki tudjuk ugye nyitni, hogy a nyomtatók kezelése, és ugye itt van maga a nyomtatóknál ugye a gép beállítások menü, és ugye itt van a dolog. Ezt meg fogom nézni, hogy miért nem megy itt ez a beállítás, mert ennek menni kellene. Itt rendben van, de itt ebben nem működik. Jó, ezt meg fogom majd nézni, jó, és akkor majd meglátjuk, hogy ezekkel mi a helyzet. És tulajdonképpen most perplöt ennyi. Ugye van itt még egy olyan, hogy firmware frissítés, ezt csak olyanoknak javaslom, hogy erre rákattintunk, kiírja azért nekünk magyarul, csak olyan gépekre javaslom, amelyikhez teljesen támogatja maga a kura firmware-es frissítést, azért ezzel óvatosan bánjunk, mert haza lehet vele vágni a nyomtatót. Illetve még egy dolog van, ugye látjuk, hogy amikor több nyomtatónk van, akkor ugye a nyomtatók közül, mikor váltunk, akkor ugye itt nem tudunk állítani, ugye itt van egy aktivál nyomógomb, ugye ezzel tudjuk beaktiválni, hogy éppen melyik nyomtatóról beszélünk. Ugye körülbelül ennyi lenne most ez a videó. Ugye itt ezt most megint befejezem, majd folytatjuk tovább ezt a beállításosdit. Meg fogjuk nézni az alapanyagoknak a beállítását, illetve szépen haladunk tovább, hogy miket lehet még beállítani a nyomtató magán ebbe a kurába, hogy a magához, a nyomtatóhoz tudjuk megfelelően szeletelni a programot. És akkor most ennél be a videóban én el is köszönök. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha tetszett a videó, vagy érdekelnek a több ilyenek, hogyha van lehetőségetek, akkor támogassatok. Egyébként pedig köszönöm, hogy megnéztétek, elköszönök tőletek, sziasztok!